vegán fogásnak a tálalását láthatjuk. Bekerül a gomba zseléből készült kis gyűrű középre. És ugye itt látszik az a sablon, amit használnak ahhoz, hogy minden a megfelelő rendben és pontosan működjön. Nagyon szép egyébként a magyar csapatnak a kis brosúrája rajta a tölgyfa levéllel, dombornyomással, hiszen ugye az egyik téma az az erdei kirándulása. Zsűri tagokat egy kis kirándulásra hívtuk meg a magyar erdőkbe. Kevinke is felbukkant, és úgy tűnik, hogy minden a legnagyobb rendben van, de azért Fricit itt van ez a bizonyos lebegő tányér, aminek ugye az a lényege, hogy azt a hatást keltse megfelelő irányba fordítva, amikor rajta van a tányér, mint hogyha az lebegne a levegőben, tehát ugye a hátsó rész az nem látszik, ahol fel van fogva. Úgyhogy fölkerülnek a gomba zselé gyűrűk. Ez itt az úgynevezett dió. Mit teszel, Kevinke? Macskanyelv? Macskanyelv. Ott a macskanyelv és a zeller gumó, ami ugye az egyik saját alapanyagként, nemzeti karakterű alapanyagként hoztuk magunkkal, rajta pedig a magyar szarvasgomba és a tökmag, ami pedig ott mögött látszik, az a zöld, az a körte, a kis kavics alakúak, azok pedig az egyéb gyökérzöldségekből és egyebekből készülő alapanyagok. Itt van még egyszer a dió idézőjelekbe téve természetesen. Úgy tűnik, hogy Frici is ura a helyzetnek, de azért mindjárt megkérdezem, hogy mi újság Tamás orra alá, nem merek mikrofon dugni, mert mindenféle fenyegetésnek fogok áldozatul esni, de Fricit azért megmerem kérdezni, hogy mi újság, hogy állunk. Tálalásban vagyunk és izgulunk azon, hogy pont időbe kimenjen, ne korábban, ne később, úgyhogy feszült a helyzet. Akkor a legjobb korzavarok? Hát, mint mindig. Akkor hátralépek és nem zavarok tovább. Azt hiszem az egyen jobb. Úgy látom, itt a stepperek többsége az már lefutott és mehet a dió. Itt látszik a haditerv. És tényleg egy kicsit távolabb lépek, hogy ne zavarjam meg őket. Jönnek a diók, ugye ez kerül a gomba gyűrű közepébe, és erre kerül majd rá a legvégén a kis mártás, amit a gomba gyűrű, a kis gomba zselé majd meg fog tartani, hogy ne folyjon szét a tányéron. És mutatom addig egy kicsit a közönséget is, illetve itt a magyar sajtóból is elég sokan jelen vannak. Összesen állítólag 71 magyar újságíró regisztrált, ami azt hiszem, hogy rekord mennyiség. Úgyhogy nem csak teljesítményben és egyebekben vagyunk itt nagyon komolyan, hanem sajtó létszámban is. Joseph Viola látszik ott, aki a konyhai zsűrinek itt a piros karszalaggal, ő nem a BKV ellenőr, hanem Joseph Viola, aki az egyik neves lyoni séf. Daniel et Denise nevű étterme van, most már nem is csak egy, ahol klasszikus lyoni buson fogásokat kínálnak, úgyis mint a könell, a csukagaluska, vagy mondjuk a egyszerű kis sült borjú máj, vagy egy nagyon jó kis kolbász, mondjuk egy pisztáciás kolbász, egy szosziszon, esetleg egy tête de veau, azaz egy borjú fej. Mellette pedig Mathieu Vienné van a bordó cipőben, közben a franciák kezdenek megőrülni. Laurent Lemal ugye az ő versenyzőjük. Tehát a bordó cipőben Mathieu Vienné belekóstolt éppen valamibe, hát ez neki nem feladat a szigorúan véve, de úgy tűnik, hogy éhes volt. Ő egy két Michelin csillagos lyoni séf, a La Mer Brasier-nek a séfje. És itt érkezik egy tányér. Viszik körbe, hogy lefotózhassa a sajtó. Bernát Józsi a lelátón. A kis nyakba akasztó kis aranyérem, Joseph Violán, az a MOF, a Meilleur Ouvrier de France. Szaló, ça va? Ça va, mon cher?
az a Meilleur Ouvrier de France, az az a szakma kiváló mestere, ennek a kitüntetése az, ami ott lóg Joseph Fiala nyakában, és ezt egyébként nagyon kevesen tudják megszerezni, mert hogy ez egy nagyon-nagyon komoly verseny, ami rengeteg induló van, és sok-sok napon keresztül tart, és nagyon sok műfajban mérik össze az erejüket a versenyzők, és aztán csak a legkiválóbbak kapják meg. Egyébként mindenféle szakmában van ilyen, a kárpitostól a szakácsig, tehát nem kizárólag a gasztronómiához tartozó terület ez. Nézzük, hogy hogyan állunk a tálalással, ugye itt a vegán fogás tálalása már haladt. Megmutatom addig, vagy megpróbálom megmutatni addig, hogy kb. Hogy szeretne ez kinézni. Nem mutatom meg, mert az itt szét kell szedni, úgyhogy csak így belesünk egy kicsit, inkább nem szedem szét, mert ugye ez megy majd ki a zsűrinek, hanem inkább mutatom, hogy mi történik. Ugye ott van már a körte, ott vannak már a cékla golyók, a sárga színű az egy sárga cékla. Fölkerülnek éppen, mert Tamás éppen pakolja föl a Zeller karikákat. Rajta pedig a magyar szarvasgomba. Tubermelen a sporum. És gyakorlatilag nagyon rövid időn belül itt minden meg lesz. Közben a közönség egyre komolyabb hangulatba kerül. Úgyhogy érdemes egy kicsit megnézni őket. A séfek meg fotózkodnak, hiszen semmi más dolguk nincsen. A felszolgáló fiúk, akik itt sorakoznak, ők mind a Lyoné híres Bocuse intézet tanulói. Ott tanultam egyébként én is 3 hétig francia gasztronómiát, francia főzés, klasszikus és modern konyhát. De nekem természetesen ugye nem kellett ilyen jellegű munkákat végeznem. Most jönnek a kis répa gyöngyöcskék. Látszik, hogy mennyire aprólékosan ki van találva minden egyes étel, pontosan hova kell kerülnie. Mindenki zöldség darabnak nagy jelentősége van, és ugye nem maradhat le semmi, ezt általában ellenőrzik többször is. Persze csak akkor, hogyha van idő, hiszen előfordulhat olyan, hogy rohanni kell. Aztán pedig a kaviár, amiről szó van ez, hogyha jól sejtem, ez a tokai ecetből készült kaviár. Tehát valójában ilyen kis molekuláris gasztronómia segítségével készült kis gyöngyökről van szó, amik megfelelően szétpukkannak az ember szájában, emiatt meg méretre is és állagra is hasonlítanak a kaviára. Egy újabb alkatrész, a körte kerül fel azokra a tányérokra, ahonnan még eddig hiányzott. Ő itt a francia segítő, egyébként a francia komi, akit sorsolnak, szintén a Lyoné Bocuse intézetből. És a hangulat nagyon komoly, a norvégok hihetetlenül erősek szurkoló táborban. Mi sem vagyunk gyengék, legalább 200-250 magyar lehet azért, plusz még ugye az újságírók. Egy újabb adag sárga cékla, ugye ebből 2 is kerül a tányér, a mustár maggal van többek között ízesítve. Őszintén remélem, hogy hallatszik, amit beszélek, ha már ennyire felkészültem a dologból, de ha nem, az se baj, végül is a képek is önmagukért beszélnek. Ugye ez az első nap, ez a legerősebb nap, ez egy ritkaság, általában az első napból nem kerül ki győztes, de idén várhatóan jó eséllyel lehet majd arra számítani, hogy az első napból érkezik egy győztes, hiszen nagyon erős országok vannak itt. Például a nagyon-nagyon zajongó Norvégia, akik éppen tálalnak. De itt vannak a dánok is, akik szintén nagyon erősek. A belgák nem rosszak, de azért nem szoktak ott lenni az első helyezettek között, nem szoktak a dobogóra állni. Viszont a franciák is itt vannak, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon komoly itt a verseny. És a japánok is ott, bár ők most viszonylag nyugodtabbak, hiszen kész vannak a vegán fogás tálalásával. Tehát nekik majd csak egy jó 20 perc múlva következik a következő ételük, a hús, a presszi csirke és a rák. Azt, hogy a norvégok most tálalnak, az ugye azt jelenti, hogy mi vagyunk a következők, tehát gyakorlatilag
kezd véget érni itt a pálalási ciklus. Ahogy mi elkészültünk a vegán fogásunkkal, onnantól kezdve már mindenki a húsételekkel foglalkozik kizárólag. És ugye itt már kezd fölkerülni, ott a répák mellé került például a tokai ecet kaviár, amiről az idén szó volt, ott van a kis műanyag dobozkában középen az asztalon, most fogja Tamás adagolni. Frici figyel, ez a dolga, mindenki apró részletre. Gilassoisé, szintén egy MOF és egyébként két Michelin csillagos étterem tulajdonos séfje, Lyon közelében van, egyébként ott is már volt szerencsém enni. Hú, milyen csönd lett hirtelen. Tehát ő is érkezik ellenőrizni. Borzasztó szigorúak egyébként a konyhai zsűri tagjai, tehát tényleg mindenki is apró szabálytalanságra odafigyelnek, és minden szabályt szigorúan betartatnak. Úgyhogy Fritz éppen elmagyarázza, hogy mi a lényege ennek a lebegő tányérnak, és hogy kell ezt tálalni pontosan. Gilassoisé pedig természetesen nem mosolyodik el, hiszen nem azért van ő itt, hogy mosolyogjon, hanem azért, hogy szigorú legyen. Ismét csak a norvégok. Komoly örjöngés várható majd a magyar tábortól pillanatokon belül, amikor elindul a magyar vegán fogás. És azt még itt meg is várom majd ezzel a videóval. És aztán majd a következő pedig itt a húsétel finiséről fog szólni. Ahogy így az arcokat látom, mindenki feszülten figyel, de koncentrációt látok kizárólag, nem pedig kapkodást vagy kétségbeesést, úgyhogy úgy tűnik, hogy minden rendben van. Lekerül a sablon, itt ugye még külön izgalom, hogy nehogy azzal mondjuk a remegő kéz miatt esetleg leráncsunk egy-két virágszirmot, ami rákerült itt a fogásokra. Szingapúri zsűritag, konyhai zsűritag is jön, vagy kíváncsiskodni, vagy pedig ellenőrizni. Ezt ugye sose lehet tudni pontosan, hiszen nyilván itt mindenki az ellenfelek közül kerül ki, a konyhai zsűri jó néhány tagja is. Azaz ők azt sem bánják, hogyha esetleg ötleteket tudnak ellesni. Például ilyen lehet az, amikor valami jó ötletet, mondjuk egy ilyen sablonos tálalást meglátnak. Tommy Millimaki látható, ő bukkant itt fel. Korábbi sikeres versenyző. És egy kicsit azért ő is videózik, ha már itt van. Ez jó jel. Gyenge csapatokat általában nem szokták videózni, még virágszirmok, illetve a különböző csicsókából és egyebekből készült kis ropogós alkatrészek kerülnek fel a tányérra, hiszen ugye sokféle textúrára van szükség ahhoz, hogy megfelelően változatos és izgalmas legyen az étel. Itt pedig a dán zsűritagot láthatjuk a bajusszal, megtudtam tőle, hogy a természetesen egy trópusi jamaikai nyaralásom van túl, azért ilyen szép barna. Ő az, akit Budapesten is láthattunk tavaly májusban. Ugye ő rendszeresen részt vesz a Bocuse-d'Or munkájában, már nagyon-nagyon régi az, aki elmesélte, hogy eddig kétszer hagyta ki. Egyszer, amikor édesanyja meghalt, és egy másik alkalommal, amikor valami komoly műtétje volt. De Budapestre ugye annyira eltökélt és annyira lelkes, hogy Budapesten is ott volt, pedig éppen el volt törve frissen a lába, úgyhogy vállalt némi kockázatot. A csicsóka püré az, ami most oda kerül a kis tubusból. Ez már úgy nagyjából az utolsó alkatrész lehet. Azt nem tudom biztosan, hogy a mártás az itt kerül majd be a gomba zseli gyűrűbe, vagy pedig majd csak a tálaló asztalon, de valószínűleg már itt bele fogják tenni. Utolsó igazítások, hogy minden kis tokai ecet, gyöngyöcske a megfelelő helyre kerüljön, és ne guruljon szerte szét. Nagyon-nagyon közel járunk a... Aha, Tommy Millimaki feladata a legjobb komi kiválasztása, úgyhogy ezért csinálgatja a videókat. Szabó Kevint figyeli. Hát figyeljük mi is egy kicsit Szabó Kevint.
lelkesen csinálja, az biztos. De hogy pontosan Tomi Millimaki miket figyel itt a munka során, azt nyilván nem lehet tudni. Utolsó egyeztetések, és mennek ki az emlegetett menülapok. Serge Vieira volt egyébként, aki ott az imént még felbukkant szinten egy két Michelin csillagos séf, és ő is foglalkozott azzal, hogy tanácsokat adjon a magyar csapatnak. Egészen Rasmus Kofold felbukkanásáig, aki viszont annyira bevált ebben a szerepkörben, hogy mellette már más nem nagyon tud labdába rúgni, és az érthető is, hiszen a legsikeresebb okuszor versenyzőről van szó, aki ugye megnyerte a Bocuse bronzát, Bocuse ezüstjét és Bocuse aranyát is. Úgyhogy ha valakinek van tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy mi kell itt a végső sikerhez, az ő. Nem véletlen, hogy Budapesten egyébként a kezdeményezésemre erre feldobáltuk a levegőbe jó magasra. Megérdemli, hiszen jelentősen hozzájárult a magyar csapat sikeréhez a fantasztikus tanácsaival és meglátásaival és a Nordic filozófia közvetítésével. Közben felkerült, ott még most már nem akarok közelebb zavarni, még egy kis gyökérnövényekből készült kis ropogós gyökérke. Ez is ugye a ropogós textúrákat biztosítja, hogy a különböző krémesebb vagy esetleg rágósabb, ruganyosabb állagok azok ne tegyék unalmassá az ételt. És 2 perc van még, és elkezdjük feltenni a mártásokat is, a szószokat is. Inkább egy kicsit odébb húzódok, és felkerülnek a búrák. Maximális koncentráció, 1 perc van már csak hátra, szól Fritzi a csapatnak. Egyre nagyobb az izgalom a magyar szurkolók között is. Megy a biztatás, és itt az első, így néz ki a készítel. Guy Lassoisi kapta a kezébe, és átadta egy másik mofnak, vannak itt mofok rendesen. Ugye eznek a Bocuse-dornak az is egy jellegzetessége, hogy a nagyon-nagyon komoly séfek mind-mind megtiszteltetésnek tekintik azt, hogyha ők itt részt vehetnek, akár csak a tálalás, vagy bármilyen egyéb munkában. És indulnak, indul a magyar vegán fogás, indulnak a magyar zöldségek. Elkészültünk időben, felkerülnek a lebegő tálcákra az ételek. Utána, hogyha lesz még egy pár másodperc, akkor gyorsan Fritzit vagy Tamást elkapom és megkérdezem arról, hogy mi a helyzet. És egy pillanatnyi pihenés nincs, egy pillanatnyi átállás sincs, hanem azonnal kezdődik a húsétel. De én most itt búcsúzom, majdnem 20 percet tart a videó, úgyhogy majd egy következő részben folytatódik tovább.